Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Folytatjuk, tehát ahogy ezt a felvezetőben elmondtam, a kegyelmi ajándékokkal, a tanítás került most sorra. A tanítás, ugye így hangzik maga a vers, aki a szolgálat a szolgálatban, akár szolgálat a szolgálatban, erről volt tegnap szó, akár tanító a tanításban. A tanítás az didaszkália, ami szó szerint tanítás, oktatás, egy olyan tevékenység, amely ugye, tanítást adunk át, tudomány, megtanított ismeret vagy tudás, ugye ez már távolodik a jelenlegi értelmezéstől. A másik ugye a tanító, a didaszkó, ami az ige tanít, oktat vagy felvilágosít. Ez ugyanúgy van, mint a magyarban. Tanító főnév, a tanítani az ige, maga a cselekmény, ahogy tanítjuk a másikat. Az árkánum szerint a tanító főnév és melléknévként a következő, ugye melléknévként olyan, aki amit tanít. A gyermekét tanító apa például, ugye tanító apa, vagy a fiókáit tanító madár, vagy a tanítás segítő, oktató jellegű, például tanító módszer, vagy példa. Főnév értelmezésben pedig az a személy, aki az általános iskolában alsó tagozatban, régebben ugye ezt elemi iskolának hívták, megfelelő képesítés alapján foglalkozás szerűen tanít. Az a személy, aki beszédével vagy írásával valamely közösség gondolkozására nagy hatással van, mint például a kor nagy tanítói. Összefoglalva tehát a tanítás olyan tevékenység, amikor egy általunk birtokolt információt, képességet vagy gondolkodásmódot, ehhez hasonló dolgokat megpróbálunk átadni valakinek, úgy, hogy azt az illető elsajátítsa. Maga módján mindenki tanít, vagy tanított már valakit, más nem gyermekét jó magaviseletre kerékpározni, esetleg munkatársát egy adott feladat megfelelő betöltésére. Olyan is előfordul, amikor valaki csak azt hiszi, hogy amit tanít, az helyes vagy jó, esetleg teljesen el van tévedve egy oktatott témában, és úgy tanítja azt másoknak. Rosszabb esetben pedig tévtanokat tanít, mint az írásokban, amire figyelmeztet minket sok helyen számos könyv. Nem feltétele ugyanis a tanításnak a bölcsesség. Bölcsesség az egy következő kategória, itt elméleti vagy gyakorlati tudás megtanításáról van szó szerint, és ugye főleg itt most az írásokról van szó, szóval olyan ember, aki az írásokat tanítja, magyarázza a többieknek, ez a didaszkáló. János 3-as fejezettel kezdjük a 9-től 11-ig. Felele Nikodémusz, és mondta neki, mi módon lehetnek ezek? Ugye Jahusa az újjászületésről beszélt a hallgatóságnak. Nikodémusz ezt nem értette, szóval visszakérdezett, hogy hogy született meg valaki, ha egyszer már kijött az anyaméből, és talán visszamászik. Ilyesmiket gondoltak ott, szóval nem értették a tanítást. Felele Jahusa, és mondta neki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. Bizony-bizony mondom nektek, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Farizeusok és írástudók voltak a legjobb példa az egyik kategóriára, az eltévedett tanítókra. Persze volt, aki szándékosan vezette félre a hallgatóságát, de a legtöbbjük csak eltévedett, és nem látott ki a saját dogmáiból. Ez olyan, mint ma például a kereszténység. Ők azt hiszik, hogy üdvözülni fognak, és amit tanítanak másoknak, az majd segíti az ő életüket, holott az legtöbbször csak egy üres beszéd, történetek Szent Ágostorról és hasonlókról, de igazi tanúsága nincs a tanításuknak.
és nem teszi jobbá azokat, akik hallgatják ezeket. És sok esetben nem is értették valószínűleg, amikor valamit oktattak. Haszontalan hagyományokkal és hiedelmekkel nevelték Izrael népét. El is érkeztünk egy fontos ponthoz, ami szerintem értelmet ad a tanításnak. Tanítás sokféle lehet. Lehet hamis, igaz, haszontalan, hasznos, de értelme csak akkor van, ha az jó és hasznos. Mármint a tanítás. Különben fölösleges lenne azt a dolgot megtanulni. Minek is tanulnánk hiába való dolgokat, hiszen azzal csak az életünkből töltenénk el fölöslegesen időt, amit nem használunk soha esetleg, vagy nincs értelme, vagy esetleg tévtanítás. De erre való egyébként a TikTok, hogyha valaki szeretne haszontalan időtöltésre példát találni. Számos ostoba dolog található rajta, hogy hogyan kell 7 méterről háttal beledobni a kukába a szemetet, vagy az üvegeket, kártyát beledobni a ventilátorba. Ostoba tudást próbálnak népszerűsíteni a TikTokon. Vagy hogy ki tud gyorsabban beszélni, hogyan tanulhatsz meg Rubik kockát kirakni nem tudom mennyi idő alatt. Nem azt mondom, hogy teljesen fölösleges, mert sokszor az embernek ki kell kapcsolni az agyát valamivel. És lehet, hogy a Rubik kocka az egy jó példa erre, hogy ne gondolkozzunk, megtörjük azt a gondolatot, mert ami a fejünkben van. De akkor is lényegében, összességében ezek haszontalan időtöltések. Akkor se leszek előrébb, hanem ha tudom, hogy mikor van a Pun-háború, mikor volt, vagy a Mohácsi vész, persze kivéve akkor ez kapcsolódik a feladatkörömhöz, ha egy történelemtanár vagyok, de igazából sok hasznát nem vesszük, és nem is tudom, hogy van-e itt olyan, aki emlékszik arra, hogy mikor volt az első Pun-háború, vagy akár a Mohácsi vész. Mondjuk tegnap volt róla szó az élőben, talán onnan lehet emlékezni. Amikor valaki sokat tud, az nem azt jelenti, hogy jó és hasznos az, amit megtanult. És most az írások szerinti jó és hasznosra gondolok. Prédikátor ezt összefoglalja a 12-es fejezetben és a 14-es versben, amit mindenki már jól ismer. Mindezekből, fiam, intessél meg, sok könyvnek írásának nincs vége, és a sok tanulás fáradtságára van a testnek. Miért mondom ezt el? Mert sokunknak az oktatásról egyből az iskola jut eszébe. És erről a versről nekem, ami beugrott, azok az elvesztegetett évek az iskolában. Kivéve persze, amikor megtanítottak írni, olvasni, számolni, és néhány dolgot logikusan végig mérlegelni. Tehát nem azt mondom, hogy teljesen haszontalan az iskola. De azért valljuk be, hogy a 90%-a az csak időpocsékolás. És lehető legmesszebb van a tanítástól, szerintem, ami az iskolában zajlik. Az nem tanítás. Modern oktatási rendszer az arra lett kitalálva, hogy lekösse a diákok idejét, teletöltse rövid távra haszontalan információkkal mindenki fejét, és lenyomja azt a propagandát gyermekek millióinak a torkán, amit a háttérből az elit szeretne, hogy lenyomjanak, és ezzel lelkileg meg is nyomorítanak mindenkit. Elválasztják a családokat egymástól, egyforma világnézetet erőltetnek mindenkire, díjazva a robotos viselkedést, és bünteti az egyéni gondolkodásmódot. Ha egy diáknak esetleg másféle módon jut eszébe egy megoldás, vagy más a véleménye, de helytálló, akkor azt lepontozza az iskolarendszer. Nem engedi, hogy kreatívan gondolkodjanak. Ahogyan a kutyákat idomítjuk, jutalmazva, ugyanígy működik az iskolarendszer, a modern, legalábbis a mostani. Aki beáll a sorba, azokat pontozzák, aki nem, az büntetik, és lelki terrorral sújtják. Mindazokat, akik mernek gondolkozni, és az Infobubble-ön van egy videó erről, ami tökéletesen összefoglalja és összeszedi ezt. Ez a titokzatos oktatás képzett tudatlanok, ez a címe. Mindenki keressen rá és nézze meg, és akkor meg fogja érteni, hogy miről van szó.
ma egy porosz oktatási rendszer az, amit a 19. századból átvettünk, működik a modern nyugaton. Van egy finn módszer is, ami most van kifejlődőben, annak is mindenki olvasson utána, nem lenne idő erre kitérni. Finneknél egy másfajta oktatási rendszer kezd formálódni, amely sokkal jobban hasonlít már a tanításra. De miért hasonlít jobban, azt mindjárt átveszik. Mert a jó tanításnak vannak módszerei. De nem ez az, hogyha valaki jelentkezik és vissza tudja mondani, akkor az jó tanuló. Nem, az csak emlékszik rá. Ez azt jelenti. De nem szükségtelen, amit ott megtanulunk teljes mértékben. Szóval nem azt mondom, hogy soha többet ne menjen senki iskolába, mert valahogy azért hozzá kell jutni bizonyos információkhoz. A szülők pedig dolgoznak, nem tudják megtanítani a gyereküknek. Illetve a szakosodástól talán még van értelme. Amint egy szakmát választ az embert, vagy főiskolára megy is egy szakot, onnantól van értelme azoknak a dolgoknak, amiket megtanul, hiszen egy könyvesnek is tudnia kell az elméletet, különben összeborul minden ház, amit felépít. Szóval a szakosodástól nyer újra értelmet ez a lexikális tudás. De nézzük meg, milyen is egy jó és igaz tanító, aki hasznos dolgokat tanít, az lenne az, aki képes megtalálni hallgatósága szívéhez a legrövidebb utat, segítve a fejlődését, hasznos tudás átadásával. Az írásokban a didaszkó szó ugye nem véletlenül szerepel a legtöbbször Jahusa neve mellett, ugye ez a görög megfelelője. Ha beírja valaki, hogy didaszkó, akkor szinte mindig Jahusával egy mondatba találja ezt meg. Ő volt a valahaért legszakszerűbb tanító. Cselekedeteit vizsgálva kirajzolódhat egy új kép a fejünkbe a sikeres és magas szintű tanítás módszereiről. Így szólt róla Ézsaiás 42-es fejezetben, nem pislog és nem reped, míg a földön törvény tanít, és a szigetek várnak a tanítására. Felkészítette Ézsaiás az olvasót arra, hogy lesz egy nagy tanító, aki még a szigeteket is tanítja, tehát szó szerint magát a teremtést fogja tanítani a legjobb módszerekkel. Szóval érdemes ellesni a legjobbtól, hogy hogyan kell ezt csinálni. Legszövegezném azonban azt, hogy a legtöbbet mindig a tanító fél profitál. Jahusánál sem volt ez másképp. Ő tanította az emberiséget, és ezzel a tökéletesedett értelmében és tapasztalataiban. Nem lehet valaki csak fejben jó tanító, ezt ki kell próbálni. Amikor ugyanis meg szeretnénk valakinek tanítani egy dolgot, az többször át kell futtatnunk az elménkben. Először is emlékeznünk kell rá, mi az, amit szeretnénk megtanítani. Meg kell fogalmaznunk szóban, majd rá kell illesztenünk az adott szituációra és személyekre, ami működik mondjuk egy iskolában, az nem biztos, hogy itt működni fog. Szóval rá kell illeszteni egy szituációra. Minden tanítás egyedi. Erre akarok kiukadni, és ezt csak gyakorlattal kell, vagy lehet elsajátítani. Ezután még módszert kell választani, hogy hogyan reprezentáljuk. Milyen videóanyagokat használunk, milyen segédanyagokat, külső információkat. És ezeket kell mind egy csomagba összeállítani, és átadni a hallgatóság számára. Arra akarok kiukadni, hogy nincsenek sablon módszerek, minden szituáció más és más. A tapasztalatok, melyek a tanítás, vagy akár a felkészülés élménye ad, mert ugye most már mindenki felkészül, ezeket még Jahusának is át kellett élnie. Attól, hogy nem léteznek sablon módszerek, azonban vannak még mankók a sikeres tanításhoz. Ezért fogjuk innentől tárgyalni azt, hogy Jahusának milyen módszerei voltak, és ismét azt mondom, hogy tanuljunk a legjobbtól. Az első módszer a vizuális megjelenítés. Ugye, ezt többféleképpen lehet kivitelezni, ez egy hatékony módszer, hogy a hallgatóságnak a fejében megjelenítsük mondani valónkat. Ezért használt
Jahusa példázatokat. Számtalan példázatot használt. Ezek közül az egyik volt a hasonlat, mint Máté 7.26-ban, és valaki hallja tőleme beszédet, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki pövenyre építette házát. Ez egy hasonlat. De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatosak a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és kiáltoznak az ő társaiknak. Erre a hasonlatra mindenkinek egy kép, egy szituáció jelenik meg a fejében. Azt mondja, hogy ez a nemzedék olyan, mint a kiáltozó gyerekek a piacon. Mindenki elképzel egy piacot, ahogy ott vannak a gyerekek. Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki az igaz gyöngyöt keresi. Mindenki el tud képzelni egy kereskedőt, aki keresi az igaz gyöngyöt. Legalább képről láttok már mindenki olyat. Következő eszköz lehet még a képes beszéd. Én vagyok az igaz szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Nem arra gondol mindenki, hogy Jahusa egy szőlőtő, hanem arra, hogy vajon hogy értheti ezt. Mindenkinek megjelenik a fejében egy szőlőtő, és próbálja ezt összevonni Jahusával, hogy hogyan az a kettő össze. És hogy jön ide a szőlőműves. Persze ezeket kifejti történetekben, de arra is kitérünk. Vannak metaforák, és mondta neki elmenvén, mondjátok meg annak a rókának, íme ördögöket űzök ki, és gyógyítok ma és holnap, és a harmadnapon elvégeztetem. Itt sem arra gondol mindenki, hogy elküldi Heródes embereit, hogy menjenek a rókához, és neki mondják meg. Hanem mindenki vonatkoztatta ezt Heródesre, hogy a róka az rava, sunyi, mindenki tudta, hogy miről van szó. Megjelent valamilyen kép az emberek fejében, és ez a lényeg ennek a módszernek, hogy képeket jelenítsünk meg a hallgatóság fejébe. Az érthetőség és a figyelem fenntartás szempontjából rendkívül fontos, hogy mondani valónk megjelenjen képekben a fejünkben. Az emberek szavakban és képekben gondolkodnak, ezért szükséges kiszínezni mondani valónkat vizuális elemekkel. Ebből következik, hogy a következő módszer is, mely szorosan összefügg az eddigiekkel, szintén nagyon hasznos. Ez pedig a történetek mesélése. Az emberek imádják a történeteket. Persze, ha nem unalmas. Bárkinek, ha elmesélünk egy történetet, és van valami tanulsága, vagy érdekes, nagyon szívesen meghallgatja, és ha visszakérdeznek, sokszor csak az jut eszünkbe, hogy milyen történeteket mesélt a másik nekünk. Míg hogyha csak szárazon elmondott volna egy információt, azt úgy töröljük is a fejből. Másiák is előszeretettel mesélt tanulságos történeteket, melyeket kiszínezett számos képi elemekkel. Mert imádjuk azokat, és ezért örvendeznek a sorozatok is ilyen nagy népszerűségnek, illetve a filmek. Mert kapunk egy történetet, mint ahogy a bulvár sajtóból is. Ez elég, ha a címlapot olvasgatja mindenki. Mindig valakinek a magánéletébe turkálnak, hogy mi történt Lady Gaga-val, vagy X-el, Y kivel csalta meg a feleségét. És erre emlékeznek az emberek, aztán elmesélik egymásnak, hogy hallottad ezt a sztorit. Imádják a történetet az emberek. De az írásokban ki ne ismerni az irgalmas szamaritánus történetét, Lukács 10-es fejezet 30-tól 35-ig, és szerintem ez az egyik legismertebb, még aki nem olvasta az írásokat is, nagyjából ismeri ezt a sztorit. Drámaisága miatt szinte bele ég az emlékezetünkbe, ki is a testvérünk, mert ugye így indul a sztori. Megkérdezik tőle, hogy kik a mi felebarátaink. Mindenki együtt tud érezni a kirabolt és sebesült áldozattal, akinek szüksége volt segítségre. Majd fokozódik a történet drámaisága, hogy a lévita pap is elmegy mellette, a lévita és a pap is, és mindenki magára hagyja ezt az áldozatot. Ahogy fokozódik a dráma, és érzelmeket csatolunk a történethez, annál jobban ég bele a tudatunkba és az emlékezetünkbe. Levonhatjuk tanúságként, hogy cselekedetekből lehet felismerni a testvéreinket, hogy ki az, aki a felebarátunk,
És mondhatta volna a Jahusa, amikor megkérdezték, hogy az a felbarátom, aki helyesen cselekszik, de nem ezt tette, hanem egy történetet szőtt köré. Egy komplett sztorit adott át, és ezzel erőteljesebb emlékezést biztosított hallgatósága számára, illetve aki ma olvassa az írásokat. Ez egy sokkal gazdagabb információs csomag, amit megkaptunk tőle. Teli érzelmekkel, drámákkal. Ez zseniális módszer. Vagy akár gondoljunk a gonosz szőlőművesre, Lukács 20-19-29-ig, és Mákban is a 12-1-12-ig. És amikor ezt elmesélte ezt a sztorit, gyakorlatilag azonnal magukra ismertek a farizeusok és írástudók, ugye utána mondták, hogy utána kezdtek el szövetkezni, hogy hogyan öljék meg Jahusát, mikor elmondta ezt a történetet. Előtte is, de ezután beindultak. Hogy el lehetett volna ezt is mondani, hogy ti csak gonoszok vagytok, és kihasználjátok az embereket, de egy komplett történetet szőtt köré. Végtelenül hosszú ideig lehetne számtalan történeten gondolkozni, melyeket Jahusa elmesélt hallgatói számára. Lukácsban is, de a többiben is egymást érik ezek a példázatok, és hihetetlenül gazdag információs csomagok. A következő módszer, amit használt még Jahusa, és a jó tanítók is használják, az a rávezetés. Néha sokkal hatásosabb módszer rávezetni valakit a megoldásra, ahelyett, hogy direktben elmondanánk valamit. Irányított kérdésekkel és bátorításokkal fejleszthetjük hallgatóságunkban az önálló gondolkodást. És ez sokszor a legcélra vezetőbb, ha szeretnénk, hogy valaki képes legyen hosszú távon kritikusan gondolkodni, akár önmagával szembe is. Máté 17-es fejezetben 24-25 és a 26-os vers így hangzik. Mikor pedig eljutottak volna Kapernaumba, a két drakma szedők Péterhez mennének és mondanak neki, a ti mesteretek nem fizeti a két drakmát, mondta, igen. És mikor bemér a házba, megelézét Jahusa mondván, mit gondolsz, Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot és adót, a fiaktól-e vagy az idegenektől? Itt se azt mondta, hogy nekünk nem kell fizetni. Feltette egy kérdést. Kérdéssel próbálta Pétert rávezetni. Aki válaszolt is, mondta, az idegenektől. És mondta neki Jahusa, tehát a fiak szabadok. Miért nem azt mondta, hogy nekünk nem kell adózni? Mert kérdésekkel szerette volna Pétert gondolkodásra ösztönözni. Azt szerette volna, a saját fejéből pattan ki a megoldás, mert amikor megoldunk egy problémát, mi találjuk meg a választ, arra sokkal könnyebb lesz emlékezni a jövőben és felidézni. Nézzük meg még egy esetet, amikor Jahusa önkritikára szerette volna sarkalni kérdezőit. Ez Lukács 20-22, ugye amikor elkezdték próbára tenni a farizeusok, és azt kérdezték, szabad-e nekünk adót fizetni a császárnak, vagy nem? Ő pedig észrevevén álmokságukat mondta nekik, mit kísértetek engem? Mutassatok nekem egy pénzt, kinek a képe és a felirata van rajta. És így ott mindenki mondta felelvén, hogy a császáré. Ő pedig mondta neki, ugye a híres mondás, adjátok meg az értelme a császáré, és Elohimnak, ami Elohimé. És mi történt? Csodálkozván az ő feleletén elhallgatának, azonnal abba hagyták postolgatását idézőjelbe Jahusának, mert elcsodálkoztak ezen a tanításon. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.